Amikor édesapjával, Romhányi Józseffel kisgyermekkorában a Balatonparton sétáltak, nyelvi feladványokról beszélgettek. Ugyan hamarabb olvasott kottát, mint könyvet, első versét már 6 évesen megírta. Ez a költemény is benne van nemrég megjelent Égi Posta című kötetében. Stábunk Romhányi Ágnes műfordító, dramaturg, szövegírónál járt. Esik eső, csepereg, a fák lombja lepereg, szomorú az őszi táj, szitály eső, csak szitály. Ahogy elkezdtem írogatni, akkor szótagolva írtam első opuszaimat. És egy darabig még írtam gyerekkoromban, aztán amikor kezdtem ráébredni, hogy hoppá, kicsoda az én édesapám, akkor aztán hosszú-hosszú csönd következett, ez azt hiszem érthető. Imádtam nyelvvel foglalkozni, úgyhogy sok nyelven megtanultam. Ebből a szakterületem az olasz nyelv, egyértelműen, ami kötődik a zenéhez is. Romhányi Ágnes 1980-tól a Magyar Televízió Zenés TV Színházának, 91-től pedig a Magyar Állami Operaháznak a dramaturgiaként dolgozott. Közben 40 éven át tanított a Zeneakadémián opera énekeseket olaszra, majd azóta is egyedülálló módon olasz opera irodalomra. 38 operát fordított le 5 nyelvből, és megírta 2 nagy sikerű musical magyar szövegét. A fordításokról el kell mondani, hogy ez 2 külön kategória. Egészen más dolog az, ha az ember zenére fordít, ahol a prozódia, az énekelhetőség nagyon fontos. Még annak idején, amikor az első próbálkozásaim voltak, apámnak köszönhetem, aki odaültetett 16 éves koromban egy Rossini kotta elé, és fogta a piros ceruzáját, és aláhúzta, hogy na itt fog neked bömbölni az énekes, hogy ezt nem lehet elénekelni. Ezt a szakmát sajnos sehol nem tanítják. Neve a gyermekirodalomból is ismert, műfordításai mellett szellemes gyermekkönyvei, virtuóz rímjátékai a felnőtteknek is élvezetesek. Legutóbbi verses kötete egész irodalmi munkásságának eszenciája. Az életben nem gondoltam volna, hogy saját felnőtt verses kötettel fogok jelentkezni. Nem is volt hozzá merszem. Egy idő után úgy döntöttem, hogy ha valami értelmes vagy költőinek tetsző gondolat eszembe jut, azért azt leírom, lefirkantom. Akkor ezekből a cédulákból végül is lett egy füzet, ahol csak ezek a töredékecskék voltak. És amikor beütött a Covid, akkor azt mondtam, hogy hát átnézem én ezeket a füzeteket, és hogyha valamiben látok fantáziát, akkor azt tovább gondolom, tovább bírom. Hát valahogy így született meg ez a kötet. Kanyarog a folyó, mintha dallam volna. Cikornyás partjain nyárfák súgják sorba, hogy a nyár már elmúlt, a fák is átfáztak. Dermet ághúrokon hideg szél hárfázhat. Minden alkotó munka az élvezetek csúcsa. Nagyon meg kell érte szenvedni, de állítom, hogy az ember tudja, amikor pontot tesz valaminek a végére, hogy az most jó vagy nem jó. Persze, hogy nem egyformán jók a dolgok. És van, amikor az idő szorít, szeretnék még rajta dolgozni, de nem lehet, mert felmegy a függöny, stb. És akkor most vagy leadási határidő van, szóval számos ilyen körülmény közre játszik. De amikor az van, hogy az ember tudja, hogy ez tényleg olyan, az a világ legnagyobb élménye.